Sziasztok srácok, én Krisz vagyok, és ebben a videóban meg fogom nézni, hogy fölvennének-e engem a Magyar Honvédséghez katonának. Jó. Úgy tudom, hogy legtöbben a fizikai felmérőn szoktak elbukni, szóval hogyha ezt meg tudod csinálni, akkor nagy eséllyel már fölvesznek téged. A kritériumokat sajnos nem tudtam pontosan megtudni, hogy mik az elvárások, így nagyjából különböző forrásokból szedtem össze, mert egyszerűen elérhetetlen az információ, nem tudom, hogy miért. Szóval a leírásban nem van az összes cucc, ahonnan összeszedtem ezeket az információkat, és úgy fogom csinálni, hogy egyesével megcsinálom a feladatokat, amiket meg kell, és utána megnézzük, hogy teljesítettem, hogy megütöttem azt a szintet, ami a felvételt elnyeri, vagy nem. Összesen 4 feladatot kell majd teljesítenem, ebből az első az a futás lesz, ami 3,2 km. A Máté, a kedves segédem, az le fogja nekem mérni, megnézzük, hogy mennyi időt futottam, és utána megnézzük, hogy az megütötte azt a szintet, amivel felvesznek engem. Pontosan méterre tudjuk ennek a futópályának a hosszát. 6 kört kell futnom, plusz még 92 métert, hogy meglegyen nekem a 3,2 km. Mert akkor kezdtem is. Oké, és akkor azt a plusz 92 métert oda elmegyünk, nagyjából így plusz 92 méterrel, és a Máté elindítja nekem, mert te ott elindítod a stoppert. Ja. Ide futok, és akkor innen lesz a 6 kör még, és akkor meg lesz a 3,2 km. 3, 2, 1... Go! Oké, és mostantól 6 kör. Na szóval Krisz el is indult, 50 másodperc a fut, és 6 kört kell lefusson. Hogyha oda beér, akkor fogom leállítani a stoppert, és akkor megnézzük, hogy mennyi idő alatt futja le 3,2 kilométert. 2 perc 45. Öt perc 10 volt kb. Jó. 7 perc 25. Itt fog bejönni. Jó. 13.56. Már is folytatjuk. Csak itt vannak a srácok. Már így is nagyon rendesek voltak velem, mert megengedték a futást. Átmegyünk egy másik edzőtérre, és ott folytatjuk a videót. Na itt is vagyunk a másik edzőtéren. Köszi szépen srácok, hogy megengedtétek, hogy befejezzem. Na jól van, szóval Máté, mennyi is lett az időm? 13.56. És most megnézzük, hogy katonai felvételihez mennyi a minimum idő, amit meg kell ütni, és melyik a kiváló, amiért a maximum pontszámot kapod. Még egyszer mondom egyébként, hogy ezek nem feltétlenül 100%-osan pontos adatok, körülbelül 99%-ban pontos adatok, de ha ezeket meg tudja csinálni az ember, akkor szinte biztos, hogy megüti azt a szintet, hogy felvegyék. Szóval a 3,2 kilométeres futásnak a minimum idő, amit el kell érni, az 19 perc. Mondhatjuk, hogy megütöttem, nem Máté? Aha. Oké. Okay. És a kiváló teljesítmény, amire a legtöbb pontszámot kapod, az nem más, mint 13 perc. Szóval nem voltam messze a kiváló pontszámtól, úgyhogy ez valószínűleg megüti a mércét. Jó, ne dumálj már, kezd már bele! Jó, most akartam belekezdeni. Na, 4 feladatból már egyet teljesítettünk is, most még 3 van hátra. Húzózkodás, a fekvőtámasz és a felülés. A húzózkodás és a fekvőtámasz közül egyet kell választani, de én mind a kettőt meg fogom csinálni, mert én nagyon kemény, mega hiper szuper srác vagyok. Szuper katona? Aha. Erre a 3 feladatra 2 perc áll rendelkezésre, mind a 3-ra. És itt sajnos nem tudom, hogy mi a minimum követelmény ezeknél, mert mindenhol mást írnak, de a maximális követelményhez mindenhol ugyanazt írják. Maximálisat, hogyha meg tudom közelíteni, akkor azt feltételezem, hogy át tudnék menni a vizsgán. Na jó van, kezdhetjük is a húzockodás, de mielőtt még belekezdenék, azelőtt mindenki lájkolja be a videót. Ugyanis, hogyha ezen a videón lesz egy hét alatt 5000 like, és nem szól majd ez a riasztó, akkor csinálok más országoknak is ilyen katonai felvételit, például cseh katonának fölvennének. A mongol hadsereg. Jó, és onnan szedjem össze a kínai hadseregnek a felvételéjében. Írjál rá! A magyar katonai felvételit is alig bírtam megtalálni. Akkor a Máté indítja az időt, és akkor 2 percen van a húzózkodásra, és megcsinálok amennyit tudok 2 perc alatt, és akkor megnézzük, hogy mennyi a max. Na, 1, 2, 3, med! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
Na, már fejlődsz az előző videó óta. Ja. 35 másodperc. Még pihennek. Jó, de ne pihenésből álljon már az egész 2 perc. Na, még egy ilyen 20-as. Aha. Na. Oké, és menjél. 1 perc 15. Mennyi van még? 1:40. 3. 8. Nem, 27. Nem, most sem. 29. 29 van. 30. 1 óra 51. 1 perc 51. 54. 55. Még egyet. Még egy gyorsan. 56. 57. 58, 59, egy kész. 31. Biztos, hogy 31? Majd megszámolom felvételt. Ha 31, akkor most azonnal mindenkinek be kell lájkolni a videót. 31 húzózkodást csináltam 2 perc alatt. Ugye itt a minimum követelményt azt nem tudom, mert sehol sincs leírva. Viszont a kiváló teljesítmény 2 perc alatt 20 húzózkodás. Kiváló? Igen, az a maximális pontszám. Hú, a bajba leszünk, a háborúba megyünk. Én 31-et csináltam, szóval enyhén szólva megütöttem a kiváló teljesítményt. A futásnál majdnem maximális pontszámot kaptam volna, itt meg bőven maximálisat, szóval eddig elég jól állok szerintem. Na jöhet a harmadik feladat, ami a fekvőtámasz, igaz Máté? Aha. Jó. Oké, és na most a fekvőtámasz lesz. Nem tudom, hogy itt letehetem-e a térdemet, úgyhogy a biztonság kedvéért nem teszem le a térdemet, és akkor úgy fogom csinálni. És akkor 2 percem van minél több fekvőtámasz megcsinálni, szóval akkor kezdjünk is bele. Szólj, ha mehet. 1, 2, 3, mehet. Ja, és most nem teheted le a térdet? Nem feszem le, mert nem tudom, hogy letehetem-e. Sajnos nem vagyok kiképző tiszt. Ha valaki szerint nem csinálom szabályosan, az írja le kommentben nyugodtan. Perc, 30 másodperc. Nem számolom, 44. 1 perc, 50. 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59. És nem. Tabena volt. Belekönnyük felettem egy fába. Krisztián, amikor a csata téren ott még jó, nem is lőnek nem a nagy nem rakétavetővel pofán. 60 fekvőtámaszt tudtam lenyomni, ami azt jelenti, hogy én meg a király. Igaz, Máté? Még nem tudom. Én se, amúgy. 60 fekvőtámaszt tudtam lenyomni 2 perc alatt. Mennyi a kiváló pontszám? 70! Szóval én 10-zel el voltam maradva. Ez amúgy érdekes, mert húzódkodásban 20-at megcsinálni 2 perc alatt, az tök könnyű. Ja. De a fekvőtámaszból 70-et az meg olyan nehéz, mint az állat. De mindegy, mert itt igazából választani kell a rendes katonai felvételizni, hogy vagy húzódkodsz, vagy fekvőtámaszhozol. Nyilván én a húzódkodást választanám, és akkor max pontszám. Ja, tényleg srácok, azt mindig elfelejtem mondani az összes videóban, de most nem fogom elfelejteni. Kövessetek be az Instagramon, FC Chris vagyok az Instagramon. Ilyen képeket szoktam feltenni. Ez nagyon érdekes, igaz? Aha, ilyen bén a képeket értem. Jó van, na most jön az utolsó feladat a felvételinél, ami a felülés. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy itt a 2 perc alatt meg-e tudom ütni a maximális pontszámot. Mindjárt kiderül. Na akkor mehet, Krisz? Mehet. És most mehet. Jó, 1/2 perc. Jó, 1 perc. Ez négy, ez a... Gyere feljebb! Pihenj egy kicsit! Meg 20 másodperc van. 47-nél tartottam. Igen. Jó, 10 másodperc. 9, 8, 7. 6, 5, 4, 3, 2, 1, és kész!
Mennyit csináltál? 54. És mennyi a kiváló? Mindjárt nézem. Én 2 perc alatt 54 felülést csináltam. Ami elég gyenge. És a kiváló teljesítmény az nem más, mint... Mennyi is? A kiváló teljesítmény az 90 felülés. Én nem tudom, hogy lehet 90-et megcsinálni, de majd fogok rá edzeni, és megpróbálom megcsinálni a 90-et, de nem tudom, hogy talán csinálok róla egy shortot, egy rövid videót. De szerintem nem az összes érdés, szerintem itt nem ütöttem volna meg még a minimumot sem. Szerintem sem. Van egy ilyen grafikon, amit a Honvédség rakott fel, ott azt írják, hogy 10 a minimum követelmény, de az kizárt dolog. Hát ilyen sörhasú izéknél simán elszem. Szóval itt nagyon el volt. Érdekes, hogy a húzódkodásnál például másfélszer annyit csináltam, mint a maximális pontszám. Itt meg majdnem fele annyit csináltam, úgyhogy lehet, hogy nagyon gyenge a hasizmom és túl erős a hátizmom. És azért járok így. Tyrannosaurus rex. Tyrannosaurus rexnek gyenge a hasizma, túl erős a hátizma, és azért megy így. Na, úgyhogy srácok, lájkoljátok a videót, hogy szeretnétek. Hogy megnézzem, hogy a cseh hadseregbe fölvennének-e. Mongolba. A mongolba. Majd a mongol konzulátussal fölveszem a kapcsolatot, meg a kínaival is. Megszerzem az infót, hogy mi a felvételi. Na jó van, srácok, köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Hamarosan jön a következő videó, addig mindenki iratkozzon fel a csatornára. És mindenki lájkolja be a videót, és mindenki kövessen be az Instán. Bocsánat, hogy ennyi mindent reklámozok, de még új a csatorna. Hát jó bejön a katona lennél.